István, rég láttuk. Jöjjön be. Hallgattam. Igen. Hát, az az igazság, hogy járvány van. Úgyhogy, igen, influenza, ez is úgy hangzik, tehát mindjárt megvizsgálom. Láza van. Nem érte. Elég forrónak érzem a homlokát. Akkor megmérjük most, jó? Tegye be oda, kérem. Jó. Oké. Okay. Isten odaadná a tajkártyáját. Köszönöm. Marika, Isten tajkártyája. Nyújtom. Jó. Köszönöm. Akkor István. Megvizsgálom, jó? És akkor megnézzük, mennyire súlyos a helyzet. És akkor ez alapján szépen ellátjuk. Jó? Ma nem volt dolgozni, ugye? Nem. Marika, vegyük fel az István táppénzre, jó? Mától, igen. Köszönöm. Jó, nézzük István, akkor először megnézem a torkát, jó? Igen. Nyissa nagyra a száját. Jó. Hú, ez nagyon, nagyon piros. Csúnya, csúnya. Fájhatott is, ugye? Fájt. Jó. Nekünk van itt ez a saját készítésű a szuszpenzió torokra, ez a saját általunk kikevert. Ezt én most rögtön adnék is ebből, jó? Ezt majd önnek is írok föl. Fontos, hogy hűtőben kell tartani, üvös helyen. És alkalmazás előtt jól föl kell rázni, jól föl kell rázni, mert leülepszik az aljára a hatóanyag, jó? Igen, kanalas orvosság. Nem szereti? Ez nem olyan rossz ízű már, mint gyerekkorában, ami volt. Ez azért már egy kicsit annál jó. Jó? Akkor, hogyha megengedi, akkor két kanállal adnék belőle, jó? Jó. Ugye nem is olyan rossz? Ugye? Jó, még egyel, jó? Igen, már is érzi a hatását. Igen, ez fájdalomcsillapító gyulladás csökkentő készítmény. Jó. Marika, a szuszpenzióból írjunk föl az Istvánnak, jó? Igen, akkor innen el is viszi a raktárból, jó? Nem ilyen nagy üveg, ennél kicsit kisebb üveg kell, jó? Napi kétszer reggel este étkezés után, jó? Tehát akkor a szuszpenzió, ezt fölírom magamnak, hogy akkor ezt fog kapni, jó? Meghallgatnám akkor
is jó, hogy ez tiszta-e. Legyen szíves addig fölhúzni a pulcsit, jó? Nem kell levetkőzni, csak hozzá. Ez egy stetoszkóp. Igen? Igen, mert mások is mondták, hogy olyan, mint egy iPhone fülhallgató, de ez valójában stetoszkóp, látja itt a végét. Jó. Jó. Közelebb jövök egy kicsit. Igen. Akkor sóhajtson nagyot, orron keresztül. Köszönöm szépen. Alapvetően tiszta a tüdő, de én azért hallok már egy kis váladék lerakódásra utaló jelet, úgyhogy közben úgy hallom, hogy a lázmérő is végzett, igen. Ó, 38,2, ez azért magas, magas István. Úgyhogy ez most már ebben az állapotban antibiotikum lesz, jó? Marika, írjunk föl abból az A betűs antibiotikummal, az új fajtából, jó? Az Istvánnak. Köszönöm szépen. Jó, István, ebből be kell szedni az egészet, jó? Az antibiotikumból. Kétszer egyet, jó? Jó. A lázra kataflámot fogok fölírni. Kataflám. Kataflámból csak akkor vegyem be, hogyha tényleg lázas. Egyébként nem kell. Jó. És akkor István ágynyugalom, jó? Ez nagyon fontos, 4-5 napig. Marika ágynyugalom Istvánnak. Jó, szóval pihenés, sok folyadék, gyógyszerek, jó? És akkor szépen hamar rendbe fog jönni, ezt szépen most még elcsíptük. Nem szabad betegen dolgozni, nagyon fontos. Ugyanis szövődmények alakulhatnak ki. Köhögés az majd előfordulhat, úgyhogy arra is fölírok egy hatékony szert, illetve hát önmagában ez a kanalas orvosság fogja csillapítani. Jó? Akkor orrspray. Orrspray nagyon fontos. Igen, arra allergiás, nem azt akartam fölírni, de jó, hogy mondja, ezt akkor rögzítjük. Jó. Hallotta Marika? Igen, István allergiás rá, jó. Úgyhogy ezt rögzítse, legyen szíves a dokumentációban, jó. István fájljában. Jó, köszönöm. Igen, még akkor annyit szeretnék, hogy István, hogy áll az infralámpával? Van otthon? Nincs? Kamilla tea? Nem, nem, azt nem javaslom, István. A kamilla inhalálás az gőz. A gőz nedves, és ez még a váladék képződést serkenti, nem ajánlom. Száraz meleg lámpa, illetve az infralámpából jövő száraz meleg, ez jót fog tenni, jó? Hol lehet venni? Ha itt majd kimegy a rendelőből,
Szemben van két patika. A jobb oldaliban lehet kapni. Jó, úgyhogy ott tud venni. De egyébként én még érdekes módon még az Aldiba is láttam. 500 forintért meglepően olcsó, úgyhogy ha esetleg nem lenne a patikában, még mindig megnézhetik az Aldiba, de nagyon kérem, hogy emiatt ne csináljon vásárló körutat, önnek most a legfontosabb, hogy pihenjen, jó? Jó, akkor itt... Igen, más panasza is van. A fül. Belenézek abba is. Lehetséges, hogy a fáj, vagy csak ez a mennyire, tehát csak ezt a bedugult érzést érzi, vagy fájdalmat is. Kicsit inkább a bedugult érzés. Ez lehet a következménye a betegségnek és a mostani vírusos betegségnek, de megnézem azért, jó? Jó, akkor belenézek a fülébe is, a lámpámmal, jó? Nézzük. Csak az egyik, jó, akkor ezt nem is nézem, ez felesleges. Nézzük a másikat. Igen, látok azért benne lerakódást. Erre most van egy új, nagyon jó fültisztító, fülgyulladás, gátló, spray. Akkor azt is fölírom önnek, jó? És akkor, hát ebből úgy gondolom, hogy napi egyet, jó? Ez egy elég hatékony szer. Egyébként, hogy van a család? Édesanyját rég láttam. Jól van? Nagyon jó. Az a lényeg. Hát ez, most ez a kis téli influenza ilyen előfordul. Még megtapogatnám a nyakán a nyírok mirigyeket, azt nem néztem. Jó, azok is eléggé. Tudom, nincsen mandulája már, úgyhogy pont ezért van ez, hogy ilyenkor az összes többi nyírok mirigy egy picit megduzzad. Ez rendbe fog jönni, ne aggódjon. Jó. Igen, tea, gyömbér, citrom, ezek nagyon hasznos dolgok. Én nem mondom, hogy mindenre gyógyszert kell szedni állandóan. Hiszek a házi praktikákban, úgyhogy ezeket nyugodtan lehet alkalmazni. Jó István! Úgyhogy nem tudom, hogy van-e egyéb panasza, egyéb kérdése. Nincs. Jó, akkor jobbulást kívánok önnek. Akkor kiírtuk önt egy hétre. Jó. Erre a hétre most már ne menjen dolgozni. És ha jobban van, akkor nem kell visszajönni, akkor lehet menni jövő héttől. Ha esetleg nem lenne jobban, akkor mindenképpen jönjön vissza, akár föl is hívhat, tudja a számomat, jó? István, rendben, köszönjük szépen, Marika, legyen szíves akkor odaadni a recepteket, jó? És akkor úgy ezt még odaadom, ez egy recept nélküli, jó? Az orspray. És akkor azt ki tudja, meg tudja különbeni. Jó István, köszönöm szépen, akkor jobbulást kívánok, viszontlátásra.